tudjuk tartani azt a vállásunkat, hogy az idei évben egy számjegyűre csökken az infláció, továbbra is jó esély van arra, hogy ez ne decemberben legyen, hanem akár már korábban, novemberben, vagy talán még októberben is. A legfontosabb célt sikerült elérni, a magyar gazdaságpolitika értékelésekor azt a legfontosabb célt el tudtuk érni, hogy háborús helyzetben is megvédtük a munkahelyeket. Magyarországon továbbra sem a munkanélküliség nehézségével vagyunk kénytelenek szembenézni, hanem sokkal inkább a munkaerőhiánnyal, és az infláció mérséklésével a kamatokat is mérsékelni tudjuk. Stúdióban pedig itt van Parag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Jó estét! Jó estét kívánok! Mindjárt fogunk a gazdaságról beszélni, ígérem, de van egy friss délutáni hírünk. A Nemzeti Választási Bizottság átengedte a Jobbik népszavazási kezdeményezését, amely hát önöket érinti. Ugye itt a kötelező kamarai, iparkamarai hozzájárulásról van szó, erről a bizonyos 5000 forintról. Hát ez egy népszavazás tulajdonképpen a kamara jövőjéről, nem? Én nem így fognám fel. Egyszerűen szomorú vagyok, hogy a politika szintelére kerül a kamara, hiszen gazdaságszervezés mindenhol van. Bármelyik országban megy az ember a világban, és amikor mondjuk irigyeljük az osztrák gazdaságszervezettségét, vagy működését, vagy a németet, vagy az olaszt, akkor elfelejtjük, hogy ők olyan eszközökkel működnek, amelyek kötelező kamarát jelentenek, kötelező kamarai tagságot. Ezen keresztül ráhatásuk van a szakképzésre, a felnőtt képzésre, a vállalatok pénzügyi biztonságára, mondjuk Széchenyi kártyára. Tehát pont ezt tudhatja a Jobbik, azt mondják, hogy nem kapnak semmit a tagok. Hát, hogyha most valaki kiszámolja, hogy az, hogy két évre le tudtuk felezni az iparűzési adót a vállalkozások számára, hogy ez hány 5000 forintot jelent, akár a legkisebb cég szempontjából nézve is, azt gondolom, hogy abban a pillanatban már elég jól lefordítható a pénznyelvére is, mennyit keres ezen egy vállalkozás, de ha megnézzük a Széchenyi kártya feltételeit, vagy megnézzük a különböző gazdaságpolitikai programokat, energetikai programokat, amelyek most futnak éppen, akkor azt gondolom, hogy ez egy hamis állítás. Tehát ön azt gondolja, hogy ez egy politikai termék. A jogszabályok szerint 15 napon belül lehet megtámadni a kúrián. Van ilyen tervük, van ilyen elképzelés? Hát, ez ma délutáni hír, ezt ki kell tárgyalnunk. Tehát kizárni nem tudja. Kíváncsi, ugye, hogy ha egyáltalán sikerül összegyűjteni az aláírásokat, akkor átmegye az országgyűlésen. Ezt nem lehet tudni, de minden esetre arra egy jó alkalom lesz, hogy beszéljünk a kamaráról. Mert az, hogy kamara létezik, azt mindenki tudja, de hogy ténylegesen mit csinál, azt nagyon kevesen. Beszéljünk a gazdaságról egy kicsit. Néhány nappal ezelőtt, amikor a vártnál rosszabb GDP adatok megjelentek, akkor ön azt mondta, hogy a túlfűtött gazdaságban szükség van egy kis recesszióra, hogy megtisztuljon a gazdaság. Közben ugye a kormányzat például Nagy Márton 14 pontos gazdasági élénkítő csomagot jelentett be. Vita van önök között, hogy mit kell csinálni? Nincs vita, sőt, nagyon szorosan dolgozunk együtt a miniszter úrral is, Nagy Mártonnal is, és magával az egész kormánnyal is. Ez egy közgazdasági feladvány, amivel most szembenézünk. Ugye azt pontosan tudjuk, és ebben a műsorban erről már beszéltünk fél évvel ezelőtt, hogy az infláció letörésének a legjobb eszköze az a kereslet csökkenése. Hiszen ha a kereslet nincs a piacon, akkor a kínálati oldalon elindul egy verseny, mindenki az árat csökkenti, a minőséget növeli, és küzd a fogyasztóért. Ezt a folyamatot látjuk most, látjuk a reklámokat, elég volt megnézni itt a műsor előtt, hogy milyen reklámok szerepelnek éppen, és mindegyik az árról szól, és az élelmiszer árakról szól, ami azt mutatja, hogy ott tényleg elindult egy nagyon erőteljes ár letörési folyamat. Azt kell jól felépíteni, hogy a minimálbér, illetve általában a bérszínvonal az úgy működjön, hogy egyúttal keresleti oldalon is húzzon. Tehát működjön a gazdaság keresleti ága is, ez fontos a költségvetésnek és fontos a vállalkozóknak is, hiszen hogyha nincsen kereslet, akkor visszaesik a gazdaság, recesszióba kerül. Hát ez történt most, nem egész pontosan? Hát tehát brutálisan visszaesett ennek a határán kereslet. Ennek a határán vagyunk. Itt kell nagyon megfontoltan lépni. Tehát egyik vonalat sem szabad túltolni, hogyha azt mondjuk, hogy nagyon megemelkednek a bérek, akkor az azt jelenti, hogy ismét túlmelegszik a gazdaság, ebben az esetben megugrik a kereslet, ez meglöki az inflációt. Ha meg azt mondjuk, hogy nagyon-nagyon visszaszorítjuk a bérnövekedést, akkor azzal ugyan csökkentjük az inflációt erőteljesen, de megröppantjuk a gazdaságot. Ez egy
Kemény feladat. De önöknek mi lenne jó? De mégiscsak a vállalkozásokat képviseli. Tehát ugye pont megjelent a friss KSH statisztika, a reálbérek növekedéséről meg is tudjuk mutatni, hamarosan, tehát dinamikusan bővülnek. Az mégiscsak költség oldalon önöknek, azt ki kell fizetni, ki kell gazdálkodni. Szerintem az lenne mindenkinek a jó, hogyha egy együttműködést találnánk, meg is fogjuk egyébként találni, a kormányzat, a vállalkozók és a munkavállalók szervezetei között. Hogyha mindenkinek az érdekét figyelembe véve tudnánk olyan javaslatokat letenni, vagy olyan döntéseket hozni, ami mindenkinek, hangsúlyozom, a munkavállalóknak is, a munkaadóknak is, és a kormányzatnak is, a költségvetésnek is megfelelő. Létezik ilyen. Egyébként zajlanak ilyen egyeztetések folyamatosan. Mi az önök álláspontja? Tehát ön egy három oldalú megegyezésről, tehát valakinek engednie kell, vagy mindenkinek engednie egy kicsit. Mi lenne az ideális megoldás önöknek, a kamarai tagoknak? Hogyha látnánk pontosan, hogy hogyan alakul az inflációs pálya, mert azért ez még jóslás, amit most látunk, 5 hónap hátra van még az évből tulajdonképpen, akkor jobban lehetne előre becsülni, vagy előre javaslatot tenni. Én úgy gondolom, hogy a reális infláció fölött kellene a béreket 1-2%-kal, vagy 2-3%-kal emelni, és egyúttal folytatni azokat az intézkedéseket, amelyek az infláció letöréséről szólnak. Ilyen értelemben teljesen egyformán gondolkozunk a kormányzattal. Ön mit gondol a kitűzött kormányzat által kitűzött 1,5%-os GDP növekedésről évvégig? Tartható lesz? Elérhető lesz? 5 hónapunk hátra van még, és szerintem már a mélyponton túl vagyunk. Tehát milyen állapotban vannak önök? Innentől növekedni fog a gazdaság. Hát tekintettel arra, hogy több mint 1 millió vállalkozás van, ezt nem lehet egybe megmondani. Én azt látom, hogy a magyar gazdaság robusztus, fejlődik, működik, és különösebb nehézség nélkül túléli azt a kiszámíthatatlan helyzetet, amit a háború, a külső piacainknak a gyengesége generál, a forintnak a beláthatatlan helyzete generál, és azt hiszem, hogy ezen most már nagyon hamar túl fogunk lépni. Mi kellene ahhoz, hogy mi segítene önöknek jelen pillanatban? Nyilván erre is rengeteg számításunk van, hiszen lehetne olyan költségvetési beavatkozást kérni, ami csökkenti a vállalkozásoknak a terheit, csökkenti a bérekre rakódó költségeket. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ha meginog a költségvetés, annak a végét a vállalkozók és a munkavállalók fogják kifizetni, vagy megfizetni. Tehát ez nem lehet érdekünk. Jó intézkedésnek tartjuk a szép kártyának a megemelését. Ez csökkenti a járulékterheket a vállalkozásoknál, már aki kihasználja ezt, és havi 16 ezer forinttal megemeli a kedvezményezetten kifizethető pénzeket. Nemrégiben egy kisboltban jártam, csak megosztanám önnel ezt a tapasztalatot, és azt mondja, kérdeztem tőle, hogy milyen a forgalmuk, és azt mondta, hogy egész egyszerűen fantasztikus napokat produkálnak, mert hogy a nagy áruházak annyira elszaladtak az árakkal, hogy a kisboltok áraival veszik fel a versenyt, és azt mondja, hogy nekik tulajdonképpen ez tökéletes így. Ön mit gondol az árstoppok hatásáról? Hát én nem gondoltam, hogy ilyen hatásosak lesznek. Nem hittem, hogy ennyire hatásosak lesznek. Az látszik, hogy vannak a vállalatokon belül a transferárak, amin keresztül nem lehet látni, hogy ténylegesen mi mennyibe került az adott cégnek, az adott vállalatnak, és miután főleg az élelmiszer területén nagyon nagy láncok vannak jelen, akiknek Magyarország egy kis pici falatka, hiszen ők az egész világpiacon jelen vannak, és óriási volumenben vannak jelen, nem lehetett átlátni az ő árazási rendszerüket. Ez a verseny, amit külső eszközökkel a kormányzat generál, ez láthatóan működőképes. Parag László, köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm.